Pus vagyok, eddel zárult a farsangi időszak. Bonyhádon hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, hogy ezen a napon megmozdul a város, hogy együtt üzzék el a telet. Most már mondhatjuk azt, hogy másfél évtizede, hogy minden évben megrendezésre kerül a városi farsang, és hagyományosan mindig összegyűlnek az óvodák, iskolák, a város csoportjai, klubjai, és együtt tűzzük el a telet. Mi küldjük ki, hogy mi lesz az aktuális téma, ugye idén a hírességek, példaképek, de már az iskolák, óvodák már érdeklődnek, hogy idén lesz-e, hogy lesz, már akkor úgy, ők is úgy rendezik a zovis farsangokat, meg a jelmezeket úgy találják ki. Húshagyó kedd, ez a fix dátum. Ugye most kezdődik a böjt, és ez az utolsó nap, amikor még szabad az evés, ivás, mulatozás, úgyhogy ez az a nap, amikor összehívjuk az embereket, hogy akkor tényleg most már jöjjön a jó idő, és ez most össze is jött. A tér megtelt jelmezt öltött gyermekekkel és felnőttekkel. Volt mindenfajta az előző évben, például a mesék is megelevenedtek már, de idén egy nagyon fix téma alakult ki, már a Műfháznak a kiállító termében egy fiatal alkotó, Kásler Viktória rajzai kerültek föl február elején a falakra. Ezek olyan rajzok, amik hírességeket elevenítenek meg, és erre húztuk rá a városi farsangot is. Itt a Műfház mögötti téren, a kaszinó téren gyülekeznek az emberek, van egy kis köszöntő, és bemutatjuk a városi farsangnak a hercegét, hercegnőjét, és akkor utána egy télűző vonulásra indulnak a gyerekek, felnőttek, csinálnak egy nagyobb kört a városba, elűzik a telet, utána, ahogy visszaérkeznek a térre, akkor pedig pár produkcióval, műsorral készülünk. A farsangi kavalkád zajos menetével igyekezett rábírni a telet a távozásra. A kígyózó sort a herceg és a hercegnő vezette, akik örömmel fogadták el ezt a feladatot farsang alkalmával. Mi is a teendő? Beöltözünk, vicces embereknek beöltözünk, és akkor így mulatozunk. Nagyon jó ilyen karaktereknek beöltözni, mulatozunk, eszünk, iszunk. Így mindenkinek ilyen nagyon jó kedve lesz, és így egy jót szórakozunk. A kaszinótér megtelt olyan karakterekkel, akiket mindenki könnyen felismerhetett. A Széchenyi Általános Iskola harmadik osztálya a közkedvelt varázsiskola roxforti diákjait elevenítette meg a városi farsangon. Nem volt kérdés, hogy ebben az évben is beöltözünk. Most mi harmadik osztályosok vagyunk, és a művelődési ház kérésére öltöttünk magunkra a Harry Potter, illetve a roxforti egyetem diákjainak a jelmezét. Megvágtuk a zenét hozzá, próbáltunk mindent belesűríteni, amit a film is feldolgoz, és a gyerekek örömmel fogadták, hiszen ez nagyon közel áll az ő érdeklődési körükhöz. Nagyon jó képességű osztályom van, és nagyon vevők ezekre a dolgokra. Imádtuk minden egyes percét a próbáknak, természetesen azért sokat kellett próbálnunk, de mivel jó képességűek, azért azt gondolom, hogy sikerült megugrani ezt a szintet, és én úgy gondolom, hogy jól hozták azt, amit én megterveztem előre. Közös munka volt az én osztályfőnöktársammal. Ő a kreatív kivitelezője, tehát ő tervezte meg a vonatot, illetve a süveget és ezeket a kreatív kellékeket, én pedig a zenét, illetve a koreográfiát, a táncos részt valósítottam meg. A közönség is visszaigazolta, hogy egy jól sikerült produkciót valósított meg az osztály. A rendezvényen a Krenzlein Néptánc Együttes táncosait is láthatták az érdeklődők. A városi farsang nem csak a fiatal generációt mozgatta meg, az idősebbek a padokról figyelték a mulatság résztvevőinek műsorát. A szervezők teával, forralt borral, fánkkal láttak vendégül mindenkit. A Völtség Néptánc Együttes kalotaszegi legényessel készült a farsangi rendezvényre. Zárásként
másként pedig a kiszebáb elégetéséhez közösen énekeltek a jelenlévők, hogy bebiztosítsák a tavasz mi hamarabbi érkezését. A húshagyó keddel pedig le is zárult a farsangi időszak, hamvazó szerdával pedig kezdetét vette a 40 napos bőti időszak, amely számos népszokást is rejteget. Ugye alapvetően egyházi és laikus elemek keverednek. Ugye a hamvazás szertartása alapvetően a templomhoz kötött a tavalyi barkának a hamvából, a pap keresztet rajzol mindenkinek a homlokára, ezáltal ugye az elmúlásra, illetve a katekumenátusra emlékezteti a hívőket, de sok helyen, faluhelyen, még a völgységben is voltak ilyen laikus hamvazások is, ahol az emberek egymást, általában a fiúk, a lányokat hamvazták meg, és itt ugye a keresztény kultúrkör kapcsolódik össze egy kereszténység előtt egy kicsit ilyen termékenységi szokásokra visszamenő népszokásokkal. És a nagybőti időszakhoz kapcsolódnak különféle szokások. Ugye labdázás, csutizásnak hívták ezt, vagy csöntörőzésnek a Dunántúlon. Itt a völgységben elsősorban a katolikus németség az, aki a legtöbb bőti szokással rendelkezik. Rengeteg népszokás van, amit a különféle etnikumok, vagy különféle népcsoportok különféleképpen ünnepeltek meg. Itt ugye a bőti időszak egyben a tavasszal, a tavaszvárással is összekapcsolódik. Tehát a bőt, a hústól való tartózkodás az nem zárta ki a különféle táncos vagy párkereső jellegű összejöveteleket, ami egy ilyen érdekes kettőség, hogy ugye a karneváli szezon véget ért, de ugyanakkor bizonyos közös játékok, közös mondókák, liturgikus alapokon nyugvó énekek, azok a bőti időszakban is elég elterjedtek voltak. Ugye manapság már a bőtre emlékezünk a legtöbben, hogy a hústól tartózkodni kell. Ugye jelenleg két szigorú bőtnap van, emellett általában szerdán és pénteken szoktak tartózkodni a hústól.